és a beszélgetés után most pedig egy kapcsolás jön. Zalaegerszegre megyünk tovább, Frauenhofer Mártához. Szervusz, Zalaegerszeg városa idén csatlakozott a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű programhoz. Ezúttal 6 magánszemély és 8 óvoda nevezett a versenybe. Hol tart most a zsűrizés? Szervusz! Nagyon szép időben és egy csodálatos helyen vagyunk itt Zalaegerszegen, mégpedig egy konyhakertet tekintett meg ezekben a percekben a zsűri, mert hogy jelenleg második alkalommal zsűrizik a különböző konyhakerteket és kerteket. Itt vagyunk most az egyik legszebb kertben, ezeket a képeket meg is mutatjuk a kedves nézőknek, és Zalaegerszeg önkormányzata második alkalommal csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Hogy miért, azt Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere mondja el nekünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Városunkban a földrajzi elhelyezkedésünkből fakadóan mindig is jelen volt a dombhátakon a szőlő mellett a veteményes kerteknek a művelése is. Ugyan az elmúlt esztendőkben csökkent ezen kerteknek a száma, de egyre többen vagyunk olyan tudatos fogyasztók, akik igényeljük a helyben termelt egészséges élelmiszert. Önkormányzatunk egy programot dolgozott ki, hogy segítse ezt az igényt kielégíteni. Ezen programnak egyik eleme a Magyarország legszebb konyhakertje mozgalomhoz történő csatlakozásunk. Idén is sokan jelentkeztek, elégedettek a jelentkezők számával? Mivel második esztendeje hirdettük meg ezt a versenyt, ezért még nem igazán. Szeretnénk, hogyha a jövőben egyre többen jelentkeznének, hogy példát tudjunk mutatni azok számára, akik a jövőben veteményes kertet szeretnének művelni. A polgármester asszonynak köszönöm, és hogy milyenek ezek a kertek, mennyire elégedett a zsűri, és egyáltalán hogyan történik a zsűrizés, azt már Kálmán István mezőgazdasági szaktanácsadó mondja el nekünk, aki egyébként a zsűrinek az elnöke. Jó napot kívánok! Kedi Csokom, én is köszöntöm a nézőket. A zsűrizés az úgy történik, hogy két alkalommal, nyár elején és nyár végén szemlézzük a kerteket, ahol nézzük a növények akkori és a jelenlegi állapotát, és nézzük a művelési munkákat, figyeljük a művelési módokat, és azt veszük figyelembe, hogy melyik kert milyen jó arányban tükrözi a zöldség, a gyümölcs, a dísznövény együttesét. Jelen esetben itt egy gyönyörű szép kerten vagyunk. Szeretném azt is hozzátenni, hogy 2 kertet, ez az egyik, amit az országos pályázatra tovább küldtünk nevezési szempontból, és hát nagyon-nagyon szép kerteket láttunk, és remélem még fogunk a közeljövőben is nagyon sok szép kertet látni. A zsűrizés még folytatódik, tehát mai nap során még több helyre fogunk menni, ahol további kerteket szemlézünk. Köszönöm szépen Kálmán Istvánnak. Kedves nézők, tehát nagyon szép konyhakertek vannak itt Zalaegerszegen, és ezeket a terméseket egyébként meg is kóstolhatják az zalaegerszegiek, hiszen helyi termelői piac is működik a városban. Jó kóstolást és szép látványokat kívánunk Frauenhofer Mártának és vendégeinek, pedig köszönjük szépen a jelentkezést.